se sárva nincsenek, akár menyet vagy lágy idő van, nekünk olyan nincsen sárva. Ott eladtam, most adtam el azt a másik. No, itt vagyunk Gyergyó Remetén László Zoli bácsinál. Mióta juhászkodik Zoli bácsi? Hát én 76-ban megszülettem, 86-ban voltam tehénpásztor. 87-ben csitkópásztor, 89-ben elmentem a tehenyektől egy bárányához pásztorkodni. Burkusvári bácsihoz. Attól a perctől minden évben jó pásztor voltam. Egy évet nem voltam. Nem unta meg akkor a juhászkodást? Akkor nem es igen volt egyéb szakmája? Hát nem. De szeretni kell. Örökké ezek a hókajuhai voltak-e vagy? Nem, előre voltak vakisák és belicék is. Aha, és hol találkozott ezek elsőben a hókajókkal? Ezekkel Bátoson legelső pillanatban. Utána elmentem Hátszegre, egy piacra, ott vásároltam meg a verbécseket. Szépek, ugye? Megtetszettek a verbécsek? Hát ezek tejkes sok van, 3 liter napi tej egy rendes hújkajónak. Elány sok adta az árukot, mikor vette a verbécsek? Hát, kicsit sok volt, mert elég kellett venni az 1800 lejtett bárányi. Utána visszajött mindjárt. Aha. Így van. Az emberre nem tesz emberi, nincs hogy várni, igaz-e? Hát, az biztos. És hány jóval kezdte maga? Hány jóról indult fél? Hát, 80 darab volt leghamarabb. Most? Most van 500 darab. Szép jók, szép állománya van. De bárki, bármilyen szakmának fog, amit hobbiból csinálod, az a jó. Amit nem hobbiból dolgozol, annak nem szabad neki fogni. Kutya állít ezeket a fehérököt? Honnan szedte? Hát, nálunk nem ezek vannak, igaz-e ezek a fehérök? Hát azok legalább egy 30 éves vissza lehet számolni a szüleiket. Akkor a félmenői örökké magánál dolgoztak? Igen. És örökké az idősebbet szoktam eladni. Aha. Tartom 4-5 évet, és akkor elad. Nem szeretem, hogy megöregedjenek nálam. És kölyket melyik bő, hogy a bakkukból herélle ki? Hát kiheréltünk egyik évben, mert ölték meg egy mártyát. Aha. Egyik erősebb akart lenni, mint a mártyát. És akkor melyik lássa, hogy jobb, azt nem heréli, és akkor abból hagy kölyket? Hát amíg nem annyira gonosz. Aha. Egy más közt. Aha.
És vaddal van-e sok bajuk? Hát vaddal van, hál' Istennek, elég mind a kutyák nagyon jók. Két etető van, két vadetető a szállásunk mellett. Aha. Két hétig nem is aluszunk, csak vadakot hagyjuk. És medvét etetnek ott, vagy mit etetnek? Medvéket. Ami egyszer létezik vadállat, minden megjelenik két hét alatt. Ott az ösvény. Meg vannak szokva, hogy az a terület az ő. Költe sokat kutyákra, mit ad enni nekik? Hát, nagyon sokat. Hetente 2-3 szár lejönbe terül. Uh-huh. Plusz még szerencse van sajt, sajtot csinálni. Igen, mert tehennyeljes vannak. Igen. Uh-huh. Minden nap főzünk 50 liter puliszkát nekik. Plusz kutyatápot. Aha. Aha. Húst ad-e nekik külön? Hát, elébb-elébb azt is. Télben szoktam húst vásárolni. Van, aki azt mondja, hogy a kutya húst teszik dögáps, viaskodnak a húson, s utána hát, is. Én nem úgy tartom. Én úgy tartom, ha jól lakik az állat, akkor van kedve. Aha. Az éhes ember nem tud dolgozni, de az éhes kutya sem. Aha. Mikor rendek adok, van olyan ember is, aki azt tartja, hogy este adjon neki. Ébredt a kutya éjjel. Igen? Én már fordítva vagyok, mert éjjel. Este ennek adok a kutyáknak, abban a helyben indul a szájuk. Nőstény kutyát tart-e többet, vagy bakkot, vagy mindegy bakkot. Az? Bakkot. Nőstényt egyet-kettőt szoktam. Milyen jó néznek ki ezek a bálák. Tiszta jó megkaptuk itt a helyét, igazi? És most hány juha van? 500 darab van most jelenleg. 500 itt a seregben óta a nezőr. 1100 darab van. Tegnap előtt adtunk el 300 darabot. Aha. Van-e keletje a báránynak? Elég jó. Aha. És ára is jó út az idén, igaz? A tavaszon eladtuk 19 lejbe, élősúlyba, és most eladtuk 13 lejbe. Uh-huh. Tegnap előtt. És ha valaki akar mondjuk venni magától nyőstény bárányt, van-e még az idén eladó bárányja? Hát az idén már nincsen, lesz jó. És berbécsök? Kicsi az berbécs, valamik? Hát a kicsi berbécs nincsen, ilyen tavalyi üvegs berbécs. Akkor azok vannak eladók. Mi órák. És akkor a másik 500 az falui, igazi? A környékbeli, aki? A falubeli gazdák. Aha. Embere hány van? Embere háromos, én vagyok a negyedik ember, szóval a család, a fiaim is. Jó nagy fiai vannak. Segít neki a fiai? Mindenben még segít. Széna csinálást, ők intézik. Aha. Hát a nagy dolog. Még másnak is elmennek bálázni. Nagy dolog, már sok helyt van, hogy nem állnak oda az apjokhoz. Hát így van, így van. Hát ez erről nem panaszkodik. Uh-huh. Még a jókkal is elmennek. Uh-huh. Biztos, sok helyt van, hogy kinevelik, tanítassák, s többet odassal, neves segítnek, s na. Kell adni is nekik, kedvekes legyen. Uh-huh. Hát igen, hogy ők is lássák, hogy érdemes. Én úgy tartom, hogy amit másnak elmennek dolgozni, mindig adom nekik. Uh-huh. Igen. Igen. Akkor nekik is van kedve. Tavaly is volt olyan, hogy még 11 órakor is bálasztak éjjel. Igen. Este, mert egyik is hívott, másik is hívott. Most az idején kevesebb bálult a mezőn. Könnyű volt. Egy tárakon, két árakban. Télen mit ad a jóknak? Szénát meddig adja, vagy végig adja? Hát meddüknek gondolom örökké? A szénát csinálunk, zöden, sillózunk le, 80%-ban megszárítjuk a sarjuk. Aha. Lefóliázzuk. Aha. Egyetetést, azt adunk egyetetés szénát. Reggel az abrakkal kezdjük a kukoricát. Aha. Veszi a törőbúzát? Fasztot veszünk 25-30 tonnát. Sok pénzre kell törőbúzni. Egy jó zsákkal minden reggel ki kell töltsük, hanem semmi értelme. Ő, az sok ember, 7-8 zsák egy nap. Na jó, de hát hogyha nem adja oda, akkor nincs bárán tavasszal. Hát akkor megvan az eredmény, mert most is csak akkor 15 kilós bárányok lesznek sajnos. Uh-huh. És így lesz 45 kilós, 40-35. Átlagosan mennyik voltak tavasszal a bárányok húsvétkor? A tavaszon húsvétkor, amit eladtam, az átlag az volt 32 kiló. Szép. És ezek a hóka jók, ezek ikrőt fiaznak-e sokat? Hát rengeteg ikerült, 50%-a ikerült. És elosztogattam az ikerült. Elosztogatta, akkor nem külön raktas, jobban tartotta? Nem, sok jó van, inkább elosztogattam. Uh-huh. Na jó. Na köszöntük szépen, Zoli bácsi.
Nagyon szívesen. Beszélgetünk. Bármikor. Még éljünk ott, élünk, mikor... Ajánlom bármi fiatalnak, hogy nekifoghat, aki szereti. Meg lehet élni, ugye ebből? Ebből biztos, hogy még. Csak szépet kell tartani. Szeretni kell szépet, és ennek adni. Legyenek gyenge szépet. Gyenge, azt teszi meg, amit a jó, és az érték nem egyforma. Igen. És ugye azt, nálunk azt is mondják, hogy nem tudjuk mi azt megcsinálni, mint a románok. Hát mi is meg tudunk azt csinálni? Hát többet meg tudunk csinálni, mert a román egyszer, és nem akarom blamálni őket, de a kertet nem forgassa a kosarat. Ott már egy hanyagság náluk. Hónapokat egy kertbe tartani az állatot. Két-három éj, azt a kosarat el kell mozdítani, akkor lehet szép állomány. Stélbe is alja az út. Igen, azt mondják, nem tudunk mi a szép állatot tenyészteni, hogy ne tudnunk? Az biztos, hogy lehet. Na jó. Hely kell, terület kell neki. Igen. Mennyi területté kezdte? Másfél hektár. És most mennyi van? 45 hektár. Azt a szép. Szép. Ott egy jó. A reggelőt hogy számolják ki a jók után, hogy mennyi kell, hányúnak mennyi kell? A reggelőt úgy számoljuk, hogy a gazdáktól semmit nem veszik el. Ha még azt is felszámolom, akkor nem érdemes, hogy ott tartsanak, hanem azt az én zsebemre adom a gazdáknak a sajtot. Minden hód után adok 2 kiló sajtot. És azt hogy számítsák ki, hogy mondjuk 10 jóra mennyi regülőké? Hogy akinek van ezőr, az hogy számolja ki mennyi regülőké? Hát, az 6 jóra kell egy hódfőt, két hódfőt. És egy hód hektárból? Az egy hektár 20 ár főt kell egy 6 jóra, vagy egy tehén. Igen, igen. Aha. De az tiszta terület, mivel hogy itt erdős, nem tiszta terület, még kell 2-3 hektár is. Igen, és aztán milyen az esztendi, az is hordozó. Az éves, így van. De nagyjából pont úgy kinyáraltuk a jókot, mint amikor volt a nagy termés. Törőbúzát mikor kezdik adni? Törőbúzát december 1-én szoktam adni. Aha. És akkor már a faluit gondolom kiadja? Hát a november 25, december 6-a közt elválasztjuk. Akkor már az első hú megjelenik. Hideg területen lakunk. Szeretik a jók amúgy a hűvöst, jobban szeretik, mint a meleget. Ja, mieinkkel még kijárunk a hóba is. Másfajta juha, bérke juha, akkor nem bújt. Nem bújt. A juha mozog, sokkal egészségesebb. Inkább egy kicsi abrak kéne, és ne is széna, hanem menjen egy végbe télbe is. Olyan is van, aki egész télön jár vele. Őt is megkeres. Azt gondolják, hogy te kínozod az állatot, de nem kínozod, hanem sőt, egészség nekik. De csak sarjúval lehet jó abrakkal tartani a jót, hogy ami kijár. És kül mit teszik? Boróka, bogyócs? Kül, amit a szája íze kíván, azt ott biztos, hogy meg is eszik. De amikor már hó ellepi a helyet? Akkor és válj magának. Igen? Érdekes. Egyet fordulnak, 5 perc múlva nincs hó. Le van várva kicsi lábokkal. Hát nálam otthon is, ahol vannak, ott hó soha sincs alatt. Leghamarabb a lábokkal keresik az élelmet, nem a szájukkal. Válja meg a fügyüket is, le van verve a hó. Összekorrontak, a pásztor meg volt részegedves egy nyers, nagy fadarabot elvetett. Milyen? Nem szabad, most jön csak közel, de nem szabad. Gyere, melyik? Ez biztos, Hamzi. Mi a helyzet, kutya? Hogy neki? Ez jó, nem? Erjük! El kellett menjek utánuk. Tavaly nyáron felvett egy nagy mert a fára. Kicsi gyermekkel voltam, esett az eső, nem mertem. És mondom, hogy elé megyek, hogy vérekeztettem, de más esetén jött. Csak nem jött el. Ugyan, mondom, utána, hogy menjek utána, mellé nem jössz. Kert, így ugyanék lesz. Beültem a dzsibbe, hátra mentem, vittem a drusmát, fejszik a muszát. De hát aztán leszereltem a fára.
Na úgy elfutott, hallod, az a mert én őszintén mondom, hogy helyszín az ott esmér a róla részt. Beutottuk a tejet, 7 órakor elég tudtuk, hogy valahogy el tudjuk csapni. Volt, amikor még 8 órakor is vágyik őket. Majd két ember elszökött. Aztán délben megint megfejtük, megint csináltunk egy nap 7 sajtot. Volt 80 darab fejüsten, 500-600 darab fejű. Elmentünk tavasszal 12-en, fél nyára maradtunk, így el 5-en. Úgy kilőttük le a nyárakot. Akkor este nekifogtunk, 9 órakor bérekeztettük, 11 óráig fejtünk, 12, amíg le tudott feküdni, és aki csinálta a sajtot, az 3 óráig csinálta a sajtot, és az ordát főzte 3 óráig, 2 sajt. Reggel megint kezdtük újra. A végén aztán eldöntöttem 2012-ben, 13-ban, hogy többet nem fejem meg a jogot. Akkor nekifogtam a saját juhaimmal. Egy nyárat lótam a saját juhaim, plusz 3-4 juha gazdáktól. Ilyen 15 darab juh. A másik évben megint lett 600 darab juh már a nyájban. Már megint a gazdák kezdték bárányostól, akkor ide rak. Nagy dolog, amikor fejni kell, és az a sok embős, hát az, sok idegesség, szivors, étel. 1 kiló sajtot adtunk a jókról, ordát 1 kilót. Most nem tud kijönni még 5 kiló se. Az az érdekes. Igen, régebben többet adtak. De akkor is oda kellett állni a munkához. Most is, ha meg lehetne, és volna kelepje is a sajtnak, mert nem győzik csinálni a sajtot a tenyékből. Tehintejből csinálni. Nem is kell menjek a piacra, akkor el kellett vigyem a piacra a sajtot. Kocsi se volt, hanem a lóval. Most akkor mentünk 3 órát naponta ki az esztenáros haza. Reggel haza, s este ki. Most 10 perc alatt megyünk a kocsival. Most könnyebb az itt. Kocsi sokat csinál. Ennyi a változás. Igen. Hogy most modernizálódtunk. Igen. A régi juhászok és amelyik csinálok videót, vagy beszélgetünk, és azt mondják, hogy el se gondoljuk, hogy mennyit kínlódtak ők valamikor, lóvas, gyalogs. Hát azt nem is jó rá gondolni. Az asszonyok mennyit dolgoztak. Hát az kicsi kaszagéppel kaszáltunk. Akkor is sok állat volt. Összegyúrtuk a szénát. Lóval behortuk. Úgy is tudtunk tartani. Most sok a gépünk megvan. Igen. Sokszor még ügyünk, még elmentünk a kománkhoz. Vendégségbe is. Most nem tudunk elmenni a sok gép mellett. Tudunk egy végbe minden, az őrültek. Hát igen, már most minden regépos. Több annál, igen. Több kell. Igen. Egy kicsi egészség kéne, és minden percet kihasználni. Ahol jól érzed magadat, oda menj örökké. Azt mondják az öregek, és csak ugyan. Most könnyebb volna sokkal juhászkodni, és állat tartani, és akármi, mi valamikor. Hát most lehetne venni fejőgép strandot. És területekes sok van most, de mindenütt. Húzni a fejőgéppel, tovább-tovább, és megfejni a jókot, de csak őrözni kell. Igen. Itt az őrözéssel van a legnagyobb gond, hogy szeress az a pásztor, és abban járjon, hogy jobban-jobban jól lakjon a jó, mert kicsapni ki lehet az óra tájét. Hát igen, ha észreveszem valamit, szóljon magának, hogy baj van, vagy valami. Beteg, vagy valami, mert az itt a pásztor nagyobb doktor. Ezelőtti emberektől, amit tanultam, most nem létezik még a doktorba se. Eldagad egy jónak a feje, ajaka, minden, feltelik olyan vízzel, olyan higony, vagy hogy kell kifejezni. Elvágod a zsilettel az állát, vagy bicskál, éles bicskál, be is hozod, és meg helyre alakul. Hát meg él a jó. Meggyógyul. Ezt a doktorhoz elviszed egy állatorvoshoz, erre nem tud, azt mondja, hogy el kell vágni a nyakát. És arra emlékszik-e, mikor megvérezték Bicska hegyé? Hát most jelenleg és avval is dolgozunk. Amilyen te észrevegyük, az egy csapot hegyezél még, ne a Bicskát, és az oralikával feldöbsz, megindul a vér, bény alatod vér le. Az többet ér, mint egy akármilyen inekció. És ezelőtt volt ennyi betegség, vagy nem volt ennyi? Hát ezelőtt is volt szerintem, csak sokat nem is tudtak, de az emberek okosabbak voltak. Jobban értettek, nem kellett mindené doktort hívni. Látod a halméreglapi, nem tudom azt ismered, hogy mi az. Abból téját főzöl,
lovat megrúgta, a másik ló elszakadt 30 centire. Megfőztük téjának, locsoltuk a flakondugót, meglikasztottuk egy 60-as széggel, ahol priccoltuk, és az úgy begyógyult, hogy még nyoma sincsen. Elhiszem. És az egy egyszerű, amit nem doktor árulja. Nem es az, hogy doktor vagy nem doktor, hanem a fizetni való sok, Mikó. A másik az, hogyha mindenit oda kell fuss, aztán nem győzött. Igen. Akkor nincs annyi jövedelmet, hogy azt felért. És a kutyakölykek dögültek-e ezelőtt, hogy nem ótották, vagy ótották akkor is? A kutyakölykeket és le kell sütetni az orrokot, de nem akkor, mikor már beteg, mert akkor semmi értelme van. Amikor megszületnek egy olyan 4-5 hetesek már, meg kell égetni a két szemein alul egy kicsit az orra között. Veres vassal vagy szeggelt vele vitteni. És olyan emlékszik-e vissza, amikor még nem ótották a kutyakölyket egyáltalán? Igen. Első, hát ez az ótás, ez hát hamarabb bejött, de mi most esetleg egy olyan 10 éve, ha utattunk rá hamarabb kutyát. És valamennyi megdöglött, gondolom? Ami megdöglött, de ami megélt, átment az a betegség rajta, az annak a kölykeit, annak érdemes meghagyni, az sokkal szívósabb. Bárányi, szarvatlan. És kérdem a gyermekét, azt mondják, hogy hát a puha szarvatlan, mert hamar kimondom, akkor elhagyjuk. Legyenek akkor egy. Hadd el, lehagy! Hadd el, állj meg ott! Telepítjük. Hát ezt még a dédapáink dolgoztak ilyesmikkel, mert most már vagy inoxból, vagy alumíniumból készül a kelenta, amit úgy nevezünk, sajtot ebbe dolgozzuk ki. Nagy gyoharfát kerestek, minél nagyobbat, elhasították középen, kézművességgel kivágták. Hát akkor nem voltak csak ilyen kézi véső, kalapács, nem volt még szerintem druzsbas annak ideje. Ezt tiszta kézi munkából csinálták. Kapocsok. Kapocs, úgy mondták azt, amivel kivérték, hogy kapocs. És abban kikapolták. Készen meg volt a lapító, és már megfordítsák, s a bárhát össze lehet darabolni rajta a másik felé. Igyenesen le van nyújtva. Sokkal könnyebb felerővel készíted a sajtot meg benne, valamikor még azelőtt kicsit söbörbe átvették a nagy söbörből a sajtot, ott nyomták ki a sajtot. De itt nyomod és le is folyó a sajtot. Nem kell ürügyes, emelgesset. Igen. Ilyen nem láttam sohasem, így egybe. Ez ritka, most már. Még van itt remetény négy, s aztán valahol még vannak, de nem igen történik. Valamikor a sajtot ezt pócra tették, felogatták, feltették. De úgy eldiformálódott kicsit, hát te ellapult. Emlékszik-e arra, amikor Bárának a gyomrából csinálták az útot, vagy a bódot? Most jelenleg is van. Na ne, akkor mondj el a receptjét, hogy hogy kell csinálni. Csak füstös annyi, mert füstre kell tenni. Ne látod. Bárának az autóját kiveszed, de arra kell figyelmes lenni, hogy sajt, úgy érzik a sajt darabok benne. Igen. Ha van sajt darab, azt nem szabad kimosni, azt úgy hagyod. Az már megaludtottam. Feltöltött tejjel, az egyik végét bekötöd, mert ez a bél, az autó gyomra. Megkötöd az egyik végét, a másikon belé töltöd a tejet. Sóval megrakod. Mennyi só kell belé? Hát, ami csak fér belé, tej, só, meg kell, mert az kárt nem csinál. Mert nem menjem, hát se légy, se semmi, ne látod, én nem. De hát egy ennyibe, mondjuk az már ezt a szállod, de egy deci sót, vagy mennyi sót? Hát ebbe legalább egy olyan 10 kalány, evőkalány sót. És még ha több menjen, ez kárt nem csinál. A tej, ami belé fér, az utolsó cseppig, feltölteni. És legalább 2-3 hónapot érik. Felmegyik, tődik vízbe, és akkor leszűröd, hogy a salakját kiszűröd belőle, felmorzsol. Azután lehet adani a tehet. De akkor 2-3 hónap után feltöltöm vízzel, hogy áztassa ki a víz. Beleteszed egy edénybe, igen? És akkor át feleódódik ott, és még morzsolod el szépen, és átszűröd. És a leviből lesz az autó. És azt ott ki lehet, hát megtudod, hogy menj-e két kalányi, evőkalányi, vagy három kell egy 75 liter tejhez. És akkor nem is kell sok belőle. Másfél óra, a lényeg az, hogy másfél órát aludjék a tej. Amikor megaludt a tej, jól elverni.
Tiszta tejjel kell verni, az a legnagyobb, az a legfontosabb dolog a tejni. Uh-huh. Elverődik, minél apróbbra összetörni a tejet. S azt nézik, hogy hány fokon útsák, vagy sohasem? Hát azt az állatból, hogy ki a friss, azt ott kell. És mikor lesz 4 napos, ha jól elkészült a sajt, akkor enged rejanyúsz, engedős. És ez 10 napig is lehet 12-ig élelni, a savó nincs benne. A sajtet az kicsit kell kivenni, azt nem muszáj gyúrni, de a savót az a legfontosabb kivenni. A savó csipősíti meg. A sajte az már a zsír, az. Ha kinyomod belőle, akkor száraz lesz a túró. Nem lesz jó. Arra emlékszik, amikor még fakérőkbe vagy kártyába tették a túrót? Hát nálunk nem tették belé. Dézsába valamit? Itt nálunk, hanem Dézsába, igen. De fakerékbe soha nem volt, hanem még volt, ahol hallottam, én nem láttam. Disznó viszonyogjára. Felfukták a viszonyogot, mint a disznófő sajta. Uh-huh. És milyen ízű volt az a túró? Jó ízű volt? Hát az biztos, hogy jó volt, mert most jelenleg is, ahol a fakerékbe érlelt túró, az valami 81 kiló. Ebből most egy rendbéli napot. A sűrűsödben nem tavasz volt, most már ne szeretnél veszteni a jó sajtot. Uh-huh. Nem éppen annyira, de hát már kívül most jelenleg a 8 kiló a kiló. 10 liter tej. Nekem egyik évben a helyt voltak a juhaim, az pedig értett ezzel, hogy olyan lett a túró, a sajtból, de hobok. Nem tapadt, nem volt zsírossága, mi hordott? Megmelegített a tejet, vagy sok autót. De ha ilyen szimölcsös a sajtnak a teteje, aztán mi, ha rősorulunk, az úgy mondjuk, az teli van autóban sok autó. Volt egy emberem, ott már a nagyon jó sajtokat csinál, de én kellett beújtsam. Nem volt neki felfogás, hogy menj autó. Az autó a legfontosabb. Ha sok autót teszél, nem jó. Ha nem aluszik rendes időben meg, nem jó. Igen, ha nem aluszik, az sem, az is baj. A legjobb sajt abból lesz, amit frissen fejsz tejet. Úgy, hogy a tejénből kívül. És azt akkor nem melegítik, úgy adja az egybe kutcsabbi. Abból 75 litret, vagy menjet, mekkora az edény, beautó, meg vagy szokva ennyi autó. Uh-huh. Mikor a tejet hordom, akkor én 75 literből csinálom a sajt. És tudom, hogy az nem, hogy egyik nap ennyi autót tettem, másnap annyit, csak akkor jöjj egy gazda, hogy nem jó sajt. Olyan nem létezik, nem. Biztos, finom. Az autás az a legfontosabb. Igen, mert úgy, ahogy mondja, akinek nincs, nem érti meg, hogy ne tegyen sokat, vagy ne tegyen keveset. Másik, ha nem érdeke, akkor egy fél óra legyen meg alul, nem száll. Igen, mert nem ő kell adja. Egye a galomparaszt. Igen, nem ő kell adja, akkor volt már egy gyerek, vett, hát jó patron gyerek volt, és vett kecskéket. Ez vagy 7-10 éve. Megfogadott embereket, csinálták a sajtot, minden, na hát elég az, hogy kecskékből mocskolták a sajtot, és kiment a bucsintetőre, és ott kitette egyik asztalra a jó túró, másikra a tehén túró, a harmadikra a kecsket. És a tej. De hát ilyet nem lehet. Igen, igen. Ha hosszú távra akarsz kuncsaptot szerezni, akkor azt becsülni kell. Nézem, van a plát.